két gyerkőc, a kislánya kisebb, és van egy idősebb fiú, ő már középiskolás. Van a család... A Kádár család helyébe képzelhették magukat egy tanórára a diákok a Széchenyi István Római Katolikus Középiskolában. A családi költségvetés tervezését és alapfogalmait tanulhatták meg egy életszerű példán keresztül. Kádár Béla bruttó 210.000 forintot keres, felesége 130.000 forintot, két tinédzser gyermekük van. Ezt a pénzt kellett minden hónapban beosztaniuk, egyelőre csak papíron a diákoknak. Az interaktív órát a Széchenyi tanárok tartották. A diákok már korábban tanultak az iskolában a családi költségvetésről, mégis komoly fejtörést okoztak a tanulóknak egyes feladatok. Talán inkább a lakásfenntartásra is, hogy az élelmiszerekre mennyit kell félretenni. Több rendkívüli kiadással is találkoztak a tanulók, például elromlott a hűtő, vagy a gyerekek kinőtték a cipőjüket. A diákoknak közösen kellett kitalálniuk, hogy szereznek pénzt olyan dolgokra, amelyek nem jönnek ki a Kádár család fizetéséből. Tapasztaltuk, hogy nagyon szívesen nyúlnának a hitel lehetőségéhez, ilyenkor megbeszéljük azt, hogy bizony a következő hónapban akkor bizonyos dolgokról le kell mondani, hogy a következő hónaptól be tudják kalkulálni azt, hogy a törlesztő részletet majd fizetni kell. Hát tudjuk azt, mi felnőttek, hogy pénzt keresni nehéz, elkölteni könnyű, beosztani meg művészet, és úgy gondolom, hogy ezeken az órákon ebbe a művészetbe vezetgetjük be őket. Hozzátette, a programban figyelnek arra, hogy egy átlagos magyar család mennyi pénzből gazdálkodik, ezért hiteles, a valóságnak megfelelő számok és adatok szerepeltek a feladatokban. Kalmár Andrea szerint sok tanulsága van a programnak. Milyen nehéz a szüleinknek, és hogy hát jobban kell takarékoskodni. A pénzügyi ismeretek fejlesztésére az Európai Bankföderáció kezdeményezésére átfogó pán-európai program szervezése zajlik. A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Első alkalommal Pénzhét néven Magyarország is részt vesz a Money Week rendezvény sorozatban.